Üdvözlök mindenkit az újabb streamen. Volt egy fél órás késés, de hát... kiveszi azt és szállna mindegy. Amint a címből is kiderült, megvettem a Közép-Európa DLC-t. Így már Magyarországra is mehetünk. Többek között Szlovákiába is, Csehországba és Lengyelországba. Vágjuk is neki az útnak, és remélem, hogy nem vagyok rohadt messze. A kijelölt helyektől Magyarország, Debrecen, Pécs és a többiek. Igen, ezt írja majd Magyarországon is. Szlovákiában ráta. Megvett területeken is már elérhető Szegedről, Kassáról, Krakóból és Olsztinból. Különleges megbízatásra kezdjék kaptuk az e-mailt. Oké. Mondom, konvolyokon jár a szemem. Patroplomó is még mindig nem válaszolt a Whisperömre. Ezbe azért elindítom a mami fuvart. Ja, nincs saját kamionom, szóval... indulunk el innen Prágával, aztán lesorgunk. Vagy... menjünk innen Szcezinből, észak felé, aztán Varsó. Megnézzük Osztravát. Vesztelt, Szabánya, Kassa, és erre teszünk egy kört. Gdańskba megy-e valami? Nem megy Poznánba, vagy? Gyerünk, gyerünk már! Kezdődő nehézségek mindig a hasonlóba, talán valami? Nem Nürnberg, nem jó, Osztabrück se jó, Kiel, Lodzs, már van Lodzs. Jó lesz. De ez az nyugatról, a Boroszló, az melyik? Az elég délre, ja. A Magyar Lodzs. Ez még középen, ahol még sose jártunk. Fémgren, de hát nem is számít. Szóval megpróbálom magára még éjszakra. Szóval, hogy a jövőben nem biztos, hogy lesznek Whisper, vagy Whisper? Na, konvoja streamek. Kapcsolat az itt teljesen megszakadt. Platának is csak így október közepén volt utoljára streamje, így nem nagyon van rajta ezen. Szép nagyon sárga Scania, jó csendes. Lámpát be. Az az lófasz. Látunk így is. Hopps. Csak hogy akadjon egy kicsit. Azért a grafikára. Már amennyit bír az a gép, eddig sem nagyon. És nagyon volt a toppon. Most már lehet látni. Még mindig. Hát azt mondod.
innen a bírságokra, ha csak 6000-ünk van. Pont megállt, jó van. Hosszan volt. De az jobban venni a kanyart. Mint az előzőek. Mégis egy drága modell. Még ha a logikát keresem a leggyorsabb pénzszerzésből, akkor nem tudom, hogy... De mi értelme van? Mindig... Magamnak saját kamiont vegyek. Jó, mondjuk talán az, hogy többféle dolgot szállít, az megértem. De a javítási költségeket nézzük. Ja, meg persze ugye lehet. Jó, akkor nem szóltam, lehet ugye. Boostolni is őket, minden jobban tuningolni. Addig nincs értelme mindig ezeket a javítási költségeket fizetni, amíg nincs sofőr, aki helyetted fizeti, mint alkalmazottad. Addig a saját kamion az egy felejtős. Legalábbis ez a stratégiám. Jól látom, az tetején lévő kis viszintes vonaltól ez a rendőr. Húzzunk el gyorsan. Nesze. Na ragadjál csak le ott, úgy. Megint csillagos az ég. Tudom, valamelyik múltkori frissítésbe tették be, de jól néz ki. Ezek a sötétben azért mégis csak hangulatosabb. Ez közel volt. Ez a végig sárkolom ezt a törni teljesen. Másik ellenje, ha nincsen saját kamionod, hogy... Ha ne talán, tehát nem 11 órásnál hosszabb egy fuvar, akkor nem kell aludnod. Rendőr lezúzásnál nem volt sérülés. A tankolási költségek is, mondjuk most éppen Lengyelországban vagyok, ahol eléggé mindig egy euró alatt van literje.
Lehet, hogy a streamben még nem fog beleférni az, hogy Lengyelország északi részét megnézzük. Legfeljebb begurulunk a fővárosba, aztán meglegyen az egész magyar terület. Ország egy stream is elég hozzá. Próbált előzni, de korábban kell felkelned ahhoz. Azért figyeljük a vonatokat. Na, merre jön? Látom balról. A tehervonat azért nem volt kivilágítva. Én már megyek is. Fémgerendák, 21 tonna, kicsit túlsúlyos. Na, jön a következő. Legalább nem előttünk. És én mondani akartam, hogy valószínűleg még így legfeljebb 2 óra után mondom, egy rövidebb szünetre. És én onnan felmondtam ezt a újságkiadói állást, de még ma hozzák a pénzt. Vagy ahogy mondták, hétfőn. Én a múlt hét csütörtökön sem volt újság, szóval... Hát, hogy ez majd csak a jövő héten. Akkor a hétfőn legalább nem lesz adás. Most itt a gépen a háttérben nincs megnyitva a közvetítéskezelő. A végén látom egy nézővel, ha valaki tényleg néz. Na, menj a faszomba. Bocsánat. Ki fasz a rendőr? Bazd meg! Ez is a te hibád. Rohadjál meg. Köcsög rendőr, bazd meg. Nem figyeltem, nem figyel miatt az utat. Se tudom, hol tettem amúgy. Mindegy. Azt mondtam, hogy merre kell menni. Na. Anyán, azt nekem hitelt, bazd meg, te barom. Van, akkor direkt leszarom, az meg adja a minuszt. Pöcs. Nem lesz ízi ez a nyugodt stream. Ez biztos. Bassza meg. Jól levágtunk egy kis utat. Nem is került ennyibe, passza meg az a... az út, hogy itt tegyen minket. A fasz tudja, hova Poznánba. És a szalvatökönbe van.
Egy érleg túllépés, a PT-ben meg segít. Az. Hol vagyok? Jó, a kap közelebb tett. Az e-maileket nem lehet törölni. Normális esetben. Tényleg van nekem egy sofőröm, az... Ha késik a pénzzel. Hát egyelőre veszteséges. Tehát az értékesre. €775 mínusz az ott gondolom azért, mert a... összetörzsönómat adtam neki. Mindegy. Majd nem, újonnan adtam neki. Az is olyan szar sofőr, mint én. Remélem nem, ez nem egy olyan ország, hogy állandóan ellenőrző kapuk vannak, mint Olaszországban. Az a már tököm tele van. Még jobb oda vártam volna, mindegy. Ide bejövünk csak poénból. Mikor kell? Jó, van idő. Is olyan, hogy ma egy óra van hátra, hogy elvitt, akkor már egyszer egy óra, másfél óra van. Ha elkésünk, elkésünk. De a váltó, az anyádba. Ajaj, vizs vissza. De ki kitalálta ezt a kibaszott beragadó billentyűket, billentyűzet teverni, nagyon komolyan mondom. Mire jó ez? Este 999 ezerlékében semmi értelme. Ki használ ilyet, komolyan mondom?
Igen, elég funky ennek a kanyarodása. Egyenes szakaszon. Azért leellenőrzöm, hogy még mindig olcsó itt a benzin. Nem mindig csak ilyen centes. Nem mész innen. Milyen 99 cent? Te épp hogy? Megtankolom, mert nem még fizetek. Ja, azt hittem, az már rám vár. Neki külön van. Mi az, hogy forgalom? Ja, az már főút. Aztán a leállóba jönnek. Van egy 100% nem vészes. Látni a várost. És majd lassan kiépül. De egymás után elég közel ez a két feljáró. Egyiket csak járhatóvá teszik. Tudtam. Tudtam már, picsog. Hagyjam meg. Basz meg, hülye vagy! És sávot várt ez a barom. Most ez nem üzemel? Itt
Többinél nem volt ez a... A zöld eurós tudsz, ott simán át lehetett menni, csak az a bal oldalon volt. Eddig. Jó, hogy lejjebb vettem ezt régebben, még ezt az idegesítő zenét. És ilyesé, és ilyesé. Vagy kivették belőle? Nem is tudom. Ha meg mentésbe vettem lejjebb. Jó, a másik mentésbe, ami nem ez, hanem újra kezdtem, így magam, amit magamnak játszom. A rendesen feltuningoltam a legolcsóbb ezt az ivekós kamiont. A legdrágább kamion sem megy úgy, mint az, ahogy felturbóztam. Másikban meg egy drágább Scania-t kimaxoltam, amennyire csak lehetett, ott már ilyen 39-es szinten vagyok. Pú, kínszenvedés azzal menni. Gyakorlatilag lassan, mint a tuning előtt volt. Néztem, hogy a motor azt a normál rakomány a hatékonyságát lejjebb vitte, de az 21 tonna volt, ha itt vittem, azt már nem értem. Mikor túl súlyosat megfelelő vitte meg az emelkedőket, az egyáltalán nem bírta őket. Más már, baszod. Azaz. Hang, hang, menjetek már! Aj, feltanyosulnak. Komolyan. Menj az útba, bazd meg. Szerintem elég piros neki. Ja. Kertbe zöld. Túloldalt is mutatja. Ja, mert az egész utat sárgítja be. Tényleg itt kicsit szépén fejön kell venni a az egérnek, mert ez így borzalmas, hogy ilyen lassú mindegyens impactbe is, amikor mozgatom a kamerát, amikor próbálok én bőrre nyilazni. Ebben a játékban különösen lassú. Kicsi fura. Jó, meg vagyunk. Megint pluszba. Takarodjál. Nem lehet törölni semmi. A csávónak, akit felvettem, lehet kéne adni valami porkocsit. Most nem is visz, nem is visz csávonnal semmit. Egy óra múlva végez a nem tudom mivel.
úton. Ja, még egy vezetek és még mindig mínuszban, ezt elbocsátom, ha veszek fel valaki mást. Ez nem hoz semmit. Ez egy bal fasz. Hol mentünk? Lodge-ba? De még erre Varsóba. De főváros azért mégiscsak legyen meg. Jó, Prága az eddig is volt. Osztravát érintjük. Messze leszek Varsóba, de erőszem. Ahogy esik. Aztán Románia, Bulgária, Törökország még nincs. Vagy... nem tudom. Olaszországban van Olaszország, Skandinávia, Spanyol, Portugál. Jó, vagy teljes Írország az is sötét, tehát még véletlenül se. Lodzs. Valsóba azért menjünk már. Semmi? Komolyan? Elmentek a francba. Klagenfurt, de jó. Kiel Magdeburg, nem a legtávolabbiakat kéne nézni. Gdansk, Austin. Ilyestok. Ja, megnézzük, azt legurulunk. Jobbin. Jobbin se elérhető. Hát... ezek Krakót. Én egy ilyen nagy kört terveztem erre. Portkocsi nélkül kicsit nehezebb. Jó, lecsorgunk így, remélem. Dublint azért beadja. Miért adja? Ha nem, akkor megint indulunk következően a rosszból. Aztán menjek onnantól már dél felé. Lámpa, bazd meg! És mindig be kell állítani. Azért mégiscsak jobban látok. Nem, még nem látszik. Na, kibaszott tükört a... Lehet? Jó, hangos az indexe. Ennek a Mercinek. A motor is hangosan, mint a Scania-nál. Jut eszembe, hogy azért látszik, hogy egérbillentyűzettel vagyok. Megint pirosos kapunk.
Szóval, hogy a középiskolában jártam, az anyám ott dolgozik takarítóként, ő mondta, hogy az informatika teremben talált egy ilyen tökerlékek között egy ilyen kormánykereket, egy ilyen gamer kormánykereket. Meg a VR headsetek is vannak, meg minden, hogy megkérni a bálánytanárodat, hogy kölcsön venné például egy streamerejéig, hogy mégis a hangulatosabb legyen, jobb legyen az irányítás, meg akár egy VR headsetet is kölcsön venni, hogy végre ne ezt a rohadt egert kelljen mozgatnom, amikor körül akarok nézni, mert eléggé körülményes. Ez mégis a nagyobb élmény. Megint nem talált munkát ez a nyomorult. Hát... csak érjek be. Biestjok be. Aztán kirúgom. Ez csak veszteséget termel. A Václav egy vacak. Megbízhatóbbat. De neki volt a legnagyobb a statja. Olyan nagy reményei voltak felé. Na menjél már, bazd meg. Aj. Mit ezt a külsőt írja, hogy nem működik, de fogadjuk, hogy igen. Csak nem kell annak kitalatni. Csak le kell lassítani. Nem, ez nem olyan, mint Olaszországban. Majd ragadjon meg. Ez ide jön? Persze, hogy ide jön. Sorompó le van szarva. Fejlesztettek, nem lehet átbaszni a rendszert, hogy csak simán lassítani. Pedig ugye, hogy fizetek. Mibe akarok bele? Sorodik itt a lábam között a... vagy mi kerekem között a... bója, vagy minek neki mentem, gondolom. Nem talált munkát. Az egy dolog. Na, azért megnézem, hogy... igen, azért írja, mert már van valami. Basszus. Most pihen? Vagy mit csinál? Jó, kirúgom a picsába. Jó, hogy innen is fel lehet vetni valaki, nem muszáj betolatni a felvevő helyre. Közvetítő. Na, nyugasztó, talán megbízhatóbbak. Vinne meccből. Mi vagy tök mindegy, hogy hova kattintok amúgy. Jó, 1,7-es, de úgy, ahogy 3 van mindenki.
Többféle. Jó, legyen ő. Csak oda. Hamarosan megérkezik. És ő is elve... Ja, hogy a kamion? Ez a kamionnak a statja. Aha. Csak itt ne egye mínuszba. 27 ezer hozok naponta, hozzatok be. Az fix, hogy én vagyok a legszarabb sofőr ebbe az egész kontinensen, de azért nálam ne legyetek szarabbak. Ez a szint. Messze van a kormány, mint az övező. És köszönöm, rossz, amit Olaszországba. Még ki... baszott ellenőrző kapu. Takarodjál előle mindent. Amúgy... rábaszok neki egyet. Euró. Ez nem is pénz ebbe az univerzumba. Ezért 6 euróért ideépítették ezt a... az egész ellenőrző kaput. És megéri. A tolcsó munkaerők. Tartani ezt az egészet 6 euróból sofőrönként. Megvan. Nem veszett el valsó se. Nem várok én a pirosnál. Hülye vagy. Nem is jön senki. És bírságot se kaptam. A 200 IQ. Ezt a valóságban ne próbáljátok ki. És így érek ide a zöldhöz. Rendőr részese veszi, hogy gyorsan hajtok. Hozzá se kell érnem. Még felébredt volna.
Beütött a fánkóma. Na, most már észreveszi. Ó, basszus! Kitette azt az a... Megsérült a műszárja. Az, hogy... Kifolyt. Jó, minek mentem neki? Jó, valaki ilyen kicsi kepek a szalagkorlátnál is. Nagyon jó. Köszi. Ah, oh, végre a lámpák. Ennyi innen. Nem bekapcsolja a színére, teljesen indokolatlanul. És ez az éjszakai rally. Fejleszti az érzékeim, hogy jobban tudok vezetni tőle. Alfaszt? Ilyen szarul sosem vezettem meg. Látni a csíkokat. Vagy nem. Ennek is már áramlott a váltója. Nagyon jók ezek a papírmasé kamionok.
Mondom, jó a gáz kivéve, ha a motor hiba. Az emelkedőn. Ezt már nem. Tényleg ugyanaz az összes város. Szerintem hiába írják az ilyen DLC-knek a az értékelésénél, hogy amúgy sok minden nem változik, csak elméletileg ide mehetsz, de amúgy ugyanúgy néz ki, mint Európa összes többi része a játékban. Csak a terület növekszik. Legalább van egy content. Kiért maxolni, úgyhogy tényleg több a terület. Kell a TP. Ér is valamit. Tépér teperni. Ahogy van. Szép munka. De mindig én vagyok a profi. Nem, én mondtam. Na, hoztam valamit? Én hoztam. Ma por gyűjtő tartály, jó van. Hol vagy? Nem, én nem itt vagyok. Ja, mondjuk mindig visszaspawnolok ide, amikor menni is kamionom. Mi harmada úton. Remélem, innen azért már le lehet csorogni. Lublin. Ágy. Soha az az üzik. Nem túl sok. Megnézek valamit. Jó. Itt is vagyok. Jó, most csak 230 km. Ez a táv, remélem nem basszam össze megint.
rakom a is legalább, bazd meg! Tonnával kevesebb. Jó, meg egész kárnyánk van, hogy fehér. Mi a bajod? Most már nem kapcsolom fel. Már meg is értődve. És látod a vonat, mi baj, ha lehet? Tényleg. Jók ezek a kanyarok. Ilyen világosban lámpa. Olyan, amikor való életbe, IRL, akkor felhős az ég, látod a főúton, mindenki felkapcsolja a lámpát. Minek? Fényes nappal van, látsz, nem? A felhős időben például még a napelem is működik. De nem azt mondanak, az is termel. Kap fényt. Legalábbis szerintem. Azért az is valami. Hiába szűr meg a felhő. Vagy hát, hogy hülye vagyok. Jó, mondjuk azok a napelemes ilyen. De tudjátok, amiről beszélek? Vannak azok a ilyen pici, ilyen nem tudom, 5 centis napelemes ilyen kolibrik, amik így. Jó, nem csak az az egyféle van, csak nekünk volt olyan. Persze már nem működik, mert minőségi termék. Akkor rámegy a nap, akkor így lehetes, hogy a szárnyal is megrepül a körbe. És ha egy felhős az ég, akkor így... Úgy, ahogy áll.
az ülés. Várjuk. Így azért jobb mégis totálba megkapni a képet. Nem jön senki. Azt mondja, hogy lámpák is égnek, de minek? Megtekinteni, úgy jó van. Nyomjon neki. Ez az. A kanyarba boosterezni nem mindig egészséges, de hát. Azért jut eszembe, megnézem, hogy hol vagyunk a térkép. 33%, mármint hogy ezt nézem meg. Nem az, hogy hol vagyunk. Azért az is érdekes. Ez már Fehér Oroszország. Ukrajna. Még 33%, hogy extrém arttal csak olyan területeken megyek. Úgy jó kirajzolódik azért, hogy az állakot rész. Még ezek eddig is elérhetőek voltak. Poznan meg Wrocław. Hát akciósan megéri maradjuk annyiba. Talán még úgyse. 33%. Még másfél óra alatt mennyi lesz betöltve? Bocsánat, megint megállítom, megnézem azért milyen achievementek vannak, csak még kíváncsiságból. Ebben a mentésben milyeneket állokoltam ki. Kicsit vagyunk. Jó, csepeg, tessed ki, jó van. Mondom. Ezt most nem látjátok, de megnézés. Na megnézés, bassz. Jó, az lefagyott. Nem az, hogy lefagyott, nem reagál semmire. De a DLC kezelése, igen. Aj, menj a picsába. Megnézhetem? Te is így menj! Jó, ez egy fos. Hagyjuk. Technika, technika! Kombány. Hoppá, azt megyek. Csak a stream statot néztem, hogy mindig nem van semmi.
Hú! Az közel volt. Nem rám csapott a sarampó. Csomaj. Nem takarodsz? Nem ezt akartam. Bocsánat. Még amikor teszteltem a mikrofont, akkor is ilyen mic-iteknél nem nagyon. Bassz meg az anyád. Persze. Melyik nyomorult, szarelletű, mocskos barom állat csinál ilyen kanyarokat? Egy kibaszott erdőbe! Mutassák meg nekem, komolyan! Egy kibaszott erdőben! Anyád. Rakjad be. Ez egy kényszenvedés lesz. Nem a sofőröm nem ekkora gyökér. Na. De az egér még mindig szar. Minden ember egyet nem tud lépést, tud lépést, legyen legizé, faszom. Ebből áll ki az egész. Hol vannak ezek a különlegesek? Hol a Steel meg Rakkó? Tűzsz az egyben, hogy azt a kurva sok. Kiárok a munkáltatót, aztán már megint mínuszba vagyok. Közeledik. Remélem azért hozza. Azt meg... Hova kéne menni? Nem, szemben van, lehet. Ott is van.
Nem, meg kell többet rostok, hát ha nem rostokolunk. Szeged. Meg kell többet. Azt is kéne nézni. Na persze, hogy ez. Na, csak simán így. Lépkedjünk. Krakkó, jó, nem a legkevesebbet adja, akkor jó. A sürgős is. Krakó az még Lengyelország. Igen, akkor megyek Osztravába, hogy is. Lécse területre is menjünk. Veszem Szabánya, Kassa, Debrecen, Szeged, Pécs, Budapest, aztán mehetünk erre ki. Területekre, amire még nem voltunk. Elég sok. De ez az egér mechanikában a játékban borzalmas a szar. 8 éves a játék, 8 éves, komolyan mondom, nem tudták kijavítani. Vagy aztán most már nem tudom, 9 éves a játék. Hát ez így nagyon szar. Én állítatom be az ülést. Jó, most próbálom kerülni egy gyorshajtást, mert sose lesz ebből pénzünk. Streamelés is legalább ilyen gyakran, mert ebből se lesz pénzem. Még barom veszik komolyan azt, hogy itt 70-nel menjek. A 241-el is mínusz vizionálok. Csillesebb, mint az indokol, de... Már szarok rá. Arra épek, akkor legalább lesz tartalom. Azt, hogy már két ember hozza a pénzt velem együtt, én mondjuk én inkább viszem. Hát gyorsabban meg lesz. Nézzetek el vigyázni, mert be mindig baj szokott lenni. És egy random ember a hídon. És amelyem ebben a konvojban nincs rendőr. Mert akkor beszoptam. Jó, van nincs.
hogy... Jó, gazdai kereszteződésekből kijövő rendőröket kell figyelni, hogy az egy jó közelben nincs város. Nem akkor a gond. A valóság grafika miatt nem látom annyira, hogy rendőrön a szembe. Majd mire meglátnám, akkor város-szerű. Persze, 50-re, hogy rohadjál meg. És most 70, hogy... Puh. Azért a sebesség korlátozás tervezőjével az nagyon elbeszélgetnék, hogy mégis mit gondoltál? Mi volt az elképzelés? Nem tudom, itt is valami város készül, de... Az egy jelöletlen falu. Inkább. Jó, gondolom, hogy valami akar ez lenni, csak nem tudom, hogy mi. Meg az, hogy amikor írják a kategóriába, ennek átegnek a kategóriát, hogy például, hogy open world. Open world a faszt! Erdőbe normálisan nem lehet bemenni, hogy anélkül, hogy neki ne ütközni kibaszott láthatatlan a falnak, vagy egy helikopter mellett nem lehet elmenni, amiből le van zárva. Mert a helikopter az is áll, nem csinál semmit. Az helikopter, mentő helikopter is mennyi ideig van a helyszínen? 2 percig, amíg beteszik a beteget. Amíg az ott az meg is hal. Nem, még eddig. Egyik izé. Kibaszott highway. Magyarul nem tudom a nevét, hogy a picsába hívják. Főút. Főúton nézem, le van zárva, jó van, faszak. Fél nap után megyek vissza. Helikopter még mindig ugye úgy ott van. Azok komolyan veszik. Na, Ivon meghozta 1300 eurót. Olvashatom ebay mind a tornéteket. Amit Donate Portlake-nak ez is jó. Az 1600-nál vagyunk. Hopp, az meg... kurva rendőr, az meg. Kellett az meg ide. Az meg végképp. Miért kell ide index? Nem mondod, hogy arra mész. Amerre egyedül lehet. Ez is elve, akkor érdemes bekapcsolni, amikor több opció van. Még ha mennek el például egy sávba, akkor most a leállósávba mennek. Úgyhogy kilométerkel keresztül előtt is a leállósávba mentek. És indexel, hogy ő most nem megy. Nem mondod, ha abban a sávban van, akkor lemész. Akkor kéne indexelni rendesen normálisan IRL is. Vagy nem tudom valóságban hogy van, hogy kell indexelni, ha kilométerekkel keresztül mész ugye abba a sávba. És akkor a leálló sávba. Ami össze van kötve a rendes harmadik sávval. Ami úgy, hogy végig vezetett az egész. Főúton értitek az én mire gondolok. Még indexelni, amikor nem vált a sávot. Arra gondolok. Persze, 30-al. Tudod mikor?
Még a lámpa is átvált. Jó, azért van 1600-an, de rendőr mellett, meg Traffic Box. És egy random sávó az építési területen. Az inkább beállók elők. Majd neki megy a falnak, nézzük. Na, nem látni. Ők majd visszafordult. Ups. Vannak az út, mert ezek a kibaszott értelmetlen csatornák, nem tudom hova vezet, sehova lényegében. Fú, mikor 6-7 éve ezelőtt játszottam ezzel a játékkal. Még általános iskolás voltam. Ott töröltem ki az egészet a picsába, amikor demo mód végéig nem értem el. Mindig beleborultam az árakba. És akkor nem lehetett kérni, hogy elvontatás, így pénzért. Még akkor valószínűleg nem is volt, hogy elvontassanak, nem mindegy. Még elvontatás se volt, akkor így dühömből mindig kitaláltam inkább a játékot, legalább 2-3-szor. Persze volt opció, hogy fogva a lemondásra, de azért sose volt annyi pénzem. Se türelmem. Vagy ha pénzem voltam, akkor tudom, nem. Az utolsó... A város igazi, csak meglépjük. Az már a kibaszott rendőr, gondolom. Beállt a kamion mögé. Ja, 20 kilométernél már egyik el a gázt. Már nem érdemes.
Ez nem is rendőr, hogy kapná be. Akkor mi van itt? Jövök, jövök, vigyázz. Jó kis, megtoltam. Jó van akkor. Tudom, hogy balra akartál menni, de... Most sétálni megyünk. Működik a touchpad rendesen. A kiprogramozta ilyen szegényese, hogy pillanatnyi lenyomás közben nem lehet mozgatni. Jó. Másfél óra is még mindig Lengyelország. Csehország és Szlovákia a kisebbek. 6000. Mióta nem volt ilyen. Jó. Ide Osztravába menni. Erre szépen. Osztravát mutassad, baszod. Mondjuk a Brünn, az se. Katowice, az se. De jó fej. Oda azt jelzi, men oda föl. Zsárd. Poznánba vissza. Lodzsba. Csak Debrecen, Poznán. Akkor Brünnben. Brünnből Osztravába. Oda se. Mi a szar? Prágából. Osztravába. Semmi. Még oda se. Mindenki leszarja. Pozsonyból. Véletlenül se. Utolsó loszból. Hát akkor bassza meg. Mikor csak az, aki marad. Persze a Cebánya. Anna nem. Brümből megy. Jó. Ez mégis legalább Csehországból indulunk. Ez kevesebbet fizet.
Távolságra vetített ár több. Ja, majd közelebbről megyünk. Aha. 60 és csak 324. A merci. És megáll, bazd meg. Jobb kezes szabály, neked van elsőbséged. Hát van neked jó. Sajnálta a szegény beszélcéjéket, nem jutnak hozzá időben a halukhoz. De csak hogy meglegyen ez a terület is. Menjen, úgy. És esik. Kéne kicsit visszavenni.
Közepén vagyok, nincs baj. Ha böngésznék a modkezelőbe, de mennyire hallatszik a drónok az esőtől, még próbálnék valami olyasmit, hogy találni realisztikusabb eső 4K, mondjuk erre a gépzsel nem adnám oda. Kikresselne a játék. Lehet. Mondjuk egy ultra HD-s YouTube videó az nálam még nem szaggat. 4K-sra már van gondja. Még olyan modokat, mint például ez a ugye realisztikus kéz a kormányon, vagy meg az, hogy teste is van a karakternek. Most már persze ebbe a frissítésben nem elérhető, mert miért is ne. Mert lenne elérhető. Faszom. És amikor 180 oldal, és legalább kétharmada skinek. De csak. Csak kibaszott skinek. Jó, hogy ki lehet kattintani, meg ott vannak azok a minuszok, a side skirt, meg izé. Az anyátok picsáját. Itt kell lezárni? Bazd meg, itt kell lezárni? Persze nem a lehajtóni. Mások is beszopják, nem csak én. És pont erre jönnek. Szokottam mondani, hogy persze, mert mindig ezek a kibaszott festések, stb. És persze, olyan jó a Steamnek az a könyvtára is, hogy egyszerre kell azokat bassza meg. Kikattintsam, és akkor frissít, és akkor módosítja, mert nagyon jó. És akkor 11-szer. Kikattintom, frissít, letekerem, kikattintom, frissít. Ah, idegölő. Kerülni. Csúszik, passz meg! Jó, akkor erre. Engedni a kipaszott tábla. Vizesen nem megy a gép. Csak amolyan? Beakadsz? Forogjon az a tengely. Vigyed úgy, azaz. Széntáblát még nem lehet kiszakítani. Különben is. Mit kellett azon szakaszon lezárni?
Az meg a lámpádat. Meg azt is. Jaj, mert esik. Szerintem az eső nagyobb gond. És itt bazd meg 50-nel. Felé megyünk. Köszönöm. Jó, mindjárt elmennek a felhők. Ezt a nyomorultat. Ilyenkor már ebből nem kapcsolom fel. Tolészia az. És ez komolyan megállt, és azt jön utánam, ahol nem behajtott. Jó, átérnek Szlovákiába. Sem beszélte. Ah, de jó kis ilyen szigetes.
egészségre. Igen, és van, hogy az autópályán bazd meg. Két sáv között 1 méternél hosszabb elválasztás, akkor már külön választja a két sávot, tehát ha szembe jössz, akkor még nem jártál, akkor külön még bejelöli. Viszont gyakorlatilag 3 méterrel magasan van a másik sáv, azt ugyanúgy egybe jelöli a kettőt, érdekes. 3 méter szint különbség van, de nem kell arra elmenni, hogy erre már jártál, pedig elég nagy a, eléggé több a távolság. Felmenni mégis másra mit lenne. Kis sziklák. Azért nem azt mondom, hogy mind ugyanaz. Azért vannak például a lengyel mappon volt olyan, hogy ilyen keresztbe az országúttal ilyen római kori vízvezetékszerű cucc. Ilyen egyik lyukán át lehetett menni. Meg itt ezek a sziklák a vízbe is. Nem mondjam, nem mondtam, hogy innováció, de... Na, jó néz ki. Azt ne szereked DLC. Az összes ilyen skint meg. Mabusztert így megveszed. Aztán gyakorlatilag ott vagy, hogy még akciósan is, ott vagy, mintha két tripulás játékot vettél volna. Legalább. Abban a pénzből. Majd nem ér mély szinten, hanem abban a pénzből már nagyobb élményeket is lehet szerezni. De hát na, addiktív. És én se azért játszom, hogy tényleg annyira hű, de jó lenne. Hát, csak ráfügtem. Ugye ezt nem mondhatom el a Genshin Impactről, mert az tényleg jó. Ráadásul ingyenes. Erre csak ide. Na, hogy menekül. Van egy kis parkolója is. Jó, majd vagyok a szobákoknál.
Talán az egész magyar mapot. Hát az biztos, hogy nem tudnám kimaxolni. De odaérünk. Jó, hivatalosan ott vagyok. Jó, nyilván nem tudnám kimaxolni. Jó. Pesti körgyűrűt is végig. Na, meg is tudnék ugorni sümegre. Ide itt még az M7-es. Merre van pontosan a Balaton? Aztán ez a Dél-Balatonnál. Igen, ez a Balaton déli része. Na jó, menjünk tovább. Jó, Kassára azért mindenképp. Innen nem. Hát én beszarok. Dublinból se? Ó, hogy zsohadnál meg. De ez miért jó nekik, hogy ilyen tényleg ennyire limitált? Hova vihetsz, meg hova nem. Kasárnak nem kell semmi. Pozsonyból se. Akkor lesz arra menjünk Pestre. Szóval legfeljebb vissza. Nem, honnan se lehet Budapestre? Ahaj. Tej. Csak a tej kell neki, csak ne bassza meg. Jó van. Jó, bevonunk Budára. Kassa el van. Az, hogy nincs saját pórkocsit, ennyit nem bízok benned. Nem, nem vihetsz, amit akarsz. Jó, hogy értem a logikát, hogy... Az mégiscsak, hogy... Állokolnod kell ezt a... pórkocsit, hogy vihessd ezt, meg az, de... Hát... Jó, nem kérdezek, szimulátor. Lengyelországot is, és erre Budapest. Ups, nem jön senki. Ne tolass. Maszki, ne tolass. Hogy basznád meg? Arra nem sérült, jó van, akkor azt megpocsékolom. Nem, mert ne küzdködj csak, ne gyere ide. Ezt elkapjuk. Gyere te mocsok.
Vitti az nekem. Te Globetrotter este. Menjél vissza! Jó, nem szarakodunk, mert nem maradt pénzem. Úgy, úgy. Persze, a legdrágább kocsival is még vezetni se tudja. Jó, van, nem sérült. Jó, van 10 000 eurónk, ennél már ne legyen kevesebb. Sofőrünket megnézzük. Viszont amit? Szénamállákat. Érdekes, ezt talált! Ezt talált munkát. Én is mindig találok, csak az a baj, nem majd ahova akarnék. Egy óra múlva végez. Tényleg csak a Merci meg a Scania között lehet választani. Szülés még mindig közelebb van itt. Mármint amiket én választok. Kamiont. És Ivon, köszönöm az 1166 eurót, nagyon jól esik, már nem leszünk mínuszba, ha így haladsz. Szép munka. És remélem találta állást, nem csak visszakullogsz a garázsba. Ez már Magyarország? Na, nem ezt. Na, világtérkép. Hopp, és ez itt már Magyarország. Győrt nem látjuk. Ez igaz a lehajtó, mehetne oda is, még nincs is összekötő rész, se semmi. Mosoly György környékén,
De Komárom, Eszter, Tatabánya. És nem tudom, Budára visszük, vagy Pestre? Hát ide, nem tudom. Meg az mondjuk epic lett volna, hogy megcsinálják a hidakat, nem tudom, csináltak a Budapestnek egy ilyen kis szívet, ott van minden középen, hát ott a Duna megy. Nem a városközpont, de mindegy. Két oldalt, vagy valami. A játék hülye megcsinálta volna azt, hogy középen a Duna, csak két oldalt minden, de semmi kreativitás. Úgy erre a játékra amúgy tényleg több a negatívum, mint a pozitívum, abszolút. Mi az, mennyivel lehet itt menni? Öt... Nem kéne erdőbe kanyarokat tenni, bazd meg. Nem kéne kibászni a sofőrökkel. Persze 50 nem. Anyádba. Most vagyok itt először Magyarország, és már utálom ezt az egész helyet, már elnézést. Majd ezt a mapot, ha valaki megsértődne. Legalább ellenre ez a kapuk nincsenek. Eddig jó. Jól láttam? Szélerőművek. Nagy hazugság. Jó, kis alföldön vanunk szélerőművek, meg minden, hát azt már betiltották, ugye? Kedves kis kormányunk. Nem tudom, a telepítésüket tiltották be, vagy unblock, hogy legyen. Mindjárt otthon leszünk.
Jó, nyilván nem. Nem Pesten élek. Jó, remélem, innen Pestről lehet Debrecenbe menni. Jó, ezek kicsit ismerősek, ezek a zajvédő falak. Már vannak. Még nem tudom, más falasoknál én nem láttam ilyen zöld-fehéröket. Még ezeket is inkább csak vonalszól láttam. Szoktam, amikor megyek oda arra. Ott lesz a lehajtó. Körbenézni, még gyártelepek. Hogy? Én is pont éjszaka kell, hogy megjöjjek. Levágjuk a kanyart. Faszom se néz körbe. Aludni nem lehet. Legalább nappal lássam a várost. Ez is ugyanúgy néz ki. Budapest. Tasadás. Na, hogyha nem látom meg egy gyurcsánsós vagy oltas be magad plakátot, akkor ez nem Magyarország. Basszus. Gondolom van olyan elvetemült, ahol neki hiányzik csinál hozzámodat, de... Inkább ne. Hányni tudnék azoktól is. Végre, kiváló. Nem ütköztem semmivel. És hát nem megérkeztünk. Na jó, elmentek a
Jogassába innen se. Ez de válogatós. Jó, innen már lehet kassába. Depresszer mindenki, de szar, jó van. Lehet megint csak Pozsonyból, Debrecenbe. Krakóból nem. Vagy bepróbálkozom kassával. Esetleg. Nem mondom, nem lehet. Ja, akkor menjünk Pozsonyból Debrecenbe. Ez a magyar módszer két lépésre előre egyet hátra, vagy inkább fordítva. Nem, nem lehet oda. Nem lehet oda vinni. Az a saját kamionnak kellett volna jönni. Ez mondjuk egy másik kamion már. Pillanat. Az elbrudáltak. Valószínűleg nekem szól. Egy pillanat.
itt vagyok. Meg is hozták a pénzt. Ahogy ígérték. Folytassuk. Hoppa, azt meg pont kanyarodni. Jó van. Most én Mánnal vagyunk. Ülésehetnek sincs. Rendesen. Jó. Oh shit, here we go again. Megállsz. Úgy. És megint egy kamion szembe. Majd a keresztbe. Jó, akkor van ennek ilyen baszó piros fénye. Kicsit magasan van az ülés. Nem az, ez. Valahogy így. Furán van ez kicsit. Aha, lejjebb nézni, kicsit felfelé. Na valahogy így. Double-check, hogy átállítottam el a nézetet, igen. Játékmenet, jó. Indexen mindig rossz helyet teszem a kezem. És adtam el a zászló. Abba a pillanatban már csak 80-nal lehet menni. Tényleg visszamaradott ez az ország. Bocs, nem bocs. Menj!
Bazd meg! Ezek a magyar utak? Jó, a rudas meg nem sérültek. Ötvennel. Bejövünk Magyarországra, és megáll az élet. Társadalom kritikát érzek. Nos, komolyan. Basszus. Emelkedőn megyek, és gyorsra a kamion. Van ilyen? És majdnem felborultam, de csak ilyen 2 1/100. Nem is baj az. Nem is baj az. Ezek a kis bólyák az utak mentén. Ezek a kis világítók, akik ilyen középen világítanak, basszus. És úgy kell hasonlít tőle a kamion, mint a fényből lenne. És hogy csak ilyen szarműanyag. Karosszériának azért menj na. Az elejének annyira nem árt. Kocsikhoz. Az már egyszer biztos. Én látom, Chaffee Pax volt. Ez hogy gyorsul le, amikor én gyorsok, és nem is mehetne annyival? De hogy? Miért legálisan gyorsulunk, mi? Barátom. Ha mire vegyem? Ja, itt jöttünk most le. Ja, nem. Ja,
Igen, arra mentünk be, és most tovább Debrecen felé. Reflektor üvet. Igen, ott fordultuk le. Tovább a körgyűrűn. Ez akar lenni az M0-ás. Jól megy ez. Vagy billentyűzette is. Nincs olyan, hogy egyenesen mész, hanem kacsálsz a két vonal között. Ez az, hogy már majdnem 300 órát töltem bele a játékba, de... ezt sosem fogom megszokni. Ezért kéne ugye a kormány, amit... mind elfelejtettem megkérdezni. A következő stream előtt miért elugrok a gyűrűbe, aztán nézem, kölcsön vehetem-e egy pár órára. És érted, anyám ott a takarító, apám ott a portás, gond nincs, ez talán se. Tanárokat is ismerem, azért csak nyert ügyem lesz. Na mi van ott? Mi volt itt? Nem engedtek valakit le a... benzinkútra vagy mi? Ja, konkrétan nem tudom. Jó, az vezetne föl.
Miskolcra, de az Kassához vezet. Jelenleg. Hát az, hogy nem hiszem, hogy több várost tennének bele. Inkább az ilyen mellékutakat bővítik, az új városok se lennének túlzott a rosszak. Hogy ezt mondta ajánlatoplata is, hogy ezt a magyar mapot meg kéne nézni. Következő streamre, ha már ide értünk. Mondtam, hogy hajnali 2:30-ra. Érkezünk. Van még egy negyed óránk. Talán lesorunk Szegedre. Veszek a harmadit. Dead-end. Ezt megcsinálták arra végigvezet a nagy büdös semmibe. Meg megcsinálták a kereszteződések, nem tudom minek. Talán ez vezetne arra Ukrajna felé. Megnyílne az a terület, nem csak Oroszország. Nincs gond. Az a mostani Mikulás sem magi. Jó. És itt van Debrecen. Lehet már látni melyik irodából. Streamer Pisti vagy Jani? Nem tudom. Pisti azóta jobban lette. Zöld. Sárga. Miért telephelyez?
Az látom, valamennyit újítottak. Bár mondjuk a mi középnémet is van valami hasonló. Rövid nem így a város közepén van, ahol a széglén. Pont jó. Ez az. Na, még egy gyors fuvarra talán van idő. És hívják a sofőrünket. Ivon, nem tudom meghozta-e. Szénabálákat nem, most már gerendákat visz. Jó, van napló, oké. Viszont még 1166-ot. Mikor rég ez? 6 óra múlva. Addigra már nem leszünk itt, hol van most? Jó, gondolom közben alszik is. Na, utolsó fuvar, mik a kilátások? A Debrecenből. Csak Pécs van, Bécs. Budapestre még vissza. Csak... Szegedre kéne. Ez a legrövidebb, hogy visszajön Budapestre. Na, menjünk vissza. Csak úgy, hogy még arra nem mentünk. Én vissza, aztán majd talán... Talán, ha úgy adódik az elencse. Esetleg. Szegedre és Pécsre is eljuthatunk, de az már csak a következő streambe. És talán, ha megtalálom azt a modot. Hú, azt én hagytam itt. Ujjaj. Pont itt jön valaki. Mit viszünk? Csak harcotaskáért olajszűrőt. Mondjuk logikus. Ja, nem olyan olaj. Ja, hát... Nem a... Ha a sütőnek kell olyan olajszűrő, nem a kocsinak. Jó, kapjátok be az 50-eseteket. Csak 9.40. Másra többet adnak. Na, bírod a sebességet? Jó, mindjárt lehagyom. Mondom, így a Debrecen arra van, onnan jövök? Tényleg mindjárt lehagyom. Á, megkötött jobban bírja. Azért felhúztak azért mégis a 20.000-re. Mennyi? Szegényesen 3.000.
Este mennyivel tudsz menni? Jó, hát... Itt el csak ennyivel lehet menni? Magyarország? Hú, hogy lehagytam. Egy kicsit belassultabbak. Nem is tudom, hogy miért. Na jaj, menj a nyárba. Majd megzsanettezzük. Próbálja elkapni, bazd meg az anyád. Ezt szétné fogom törni, mire odaérünk. Gyerek, csak előzzél meg, bazd meg. Előzzél meg. Nem hagyjuk. Az utolsó 100 kilométerre, mert nem teszed tönkre. Nem hagyjuk. Előzzük, hatós sugarat kihagyjuk. Ez az lemarad, jó van. Úgy. Bírságolgasd anyádat. Úgy. Te is betömörülsz? Kamion mögé? Jövök érted! Gyere, gyere! Hölgyögy! Na most gyere elém! A pörpevesső sávon megyek, nem, senkit nem engedek magam elé. Még közöttük legyen rendőr is. Hirdetjük a dominanciánkat középen. És a villanyoltás. Igen, küldem a morsot. Ó, köszönöm.
ez a fostos kereszteződés. Ő persze nem látos. Ló, bazd meg se! Jó, mindenki kanyarodik. Kezdi motorba. Nagyon Debrecenbe mondják. És már jönnek is az orkok. Túl sok pénzed van neked, hát segítsek. Lassan megközelítjük. De csak hát hát. Mondom én. Nem is arra megyünk. Csak ilyen jó hangulatba. Anyázós lámpásba. Tu a Renault. De csak átvártam, mióta piros. Na. Ez van a miénk. És az utolsó száj is majd megvolt. A zenét magamat sem hallom, de... Hol van a... Ja, az a sietető zene hangereje. Ezt azért kicsit lehangítom, mert nem tudok kimenni a saját kamionom. Csendjéhez. Na szóval ennyi lett volna az mai stream. Kipróbáltak a magyar DLC-t, hogy milyen. Hát néhány újdonság. Látványügyileg. Nem is magyar DLC-t, na. Kelet-európai DLC going east. Hát, többre számítottam őszintén. Annyira végül is nem volt rossz, nem mondtam azt, hogy teljes áron megéri az árat, de kell várjatok meg egy jó leáratást. Mi mostában nem nagyon néztem. A következő... Ja, ez az, hogy nagyon nem is látunk belőle sokat, mert... Lengyelországból igen, Magyarországból csak Budapest, Debrecen és azt is csak éjszaka. Őszi most se segít rajta, tehát ez van, legközelebb majd többet is látunk belőle, és valószínűleg a következő Eurotruck streambe megkeresem és telepítem a azt a részletes mapos magyar modot. Részletes magyar mapos modot. És elkocsikázgatunk arra, merre nekem legalábbis familiar magyarul. Ismerős.
Jövő hét szerdán találkozunk újra a Iratrack streamben. Addig is még leszek vasárnap, folytatjuk a Genshin Impact-et. Addig is. Sziasztok!